nem azért próbáltam ki, mert féltem volna, hogy mi van benne, hanem hogy le lehet ennyi cukrot nyelni így egyben. Szóval azért ez mondom... Ez két szalom. De nem az, majd meglátjátok, hogy szóval most itt drágod, meg szopogatod, meg stb. Tehát ilyen 3-4 adagra lemegy. És ez itt úgy csináljuk, hogy először lemegy, utána aztán megint visszaszámolunk, vagy amikor látom, hogy mindenki 3-2-1, és akkor megint. Hát akkor ez egy kicsit hát, hogy azt az angolok. Ahogy az angolok csinálták. Ebben a házban megérdemlik-e az emberek, hogy dönthessenek, hogy ilyen szereket, ami végképp nincsen, gyógyszerként regisztráljanak. Legalábbis kivételezett helyzetben hozzák el ezeket a szereket, és könnyen legyen ezeket patikákon árulni, mint bármilyen olyan szert, aminek a hatásosságát igazolták. Mi az, ami lesz? Hát ez egy mérgező gyomnövény. Igen? Igen. Hát de az íze az remélem isteni lesz. Nincs benne, igen. Ugye ez a C30-as, ugye? C15-18-on, igen. Hát mindig, szóval ez már jóval azon felül, amiben már egyetem volt. Nem szabad indikációt megadni. Nem tudjuk, mire jó. Meg kell érezni, megvizsgálni a pácienst, és akkor úgy annak megfelelően kitalálni, hogy neki ez jó lesz a vagyság. De nem úgy van, hogy hajlódásra vagy meddőségre, hanem rá kell érezni. Jó, egy orvos abszolút törvényszerűen jár el, amikor így fogalmaz. Én megengedhetem magamnak azt, hogy azt mondjam, hogy állítólag ez nyugtat, alvászavarok elleni indikációban esetleg forgalomba hozható. Tehát nagy valószínűséggel, hogyha hiszünk benne, akkor mély álomba fogunk szentelni. Szerinted ez egy humbug, vagy egy varázslat? Én szerintem ez egy humbug, és azok, akik itt vannak és azt állítják, amit egyébként a homeopaták sem tagadnak, hogy nincs benne semmi, hát akkor kérdés, hogy minden egyéb körülmény a felé mozdít-e bennünket, hogy mégis csak elaludjunk, vagy sem. Szeretnék beszédet tartani. Igen, búcsú beszédet. Hozzá kell tennem, hogy nem kell a 18-os karikát vagy ilyesmit kitenni, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy amit veszedünk, abban nincs semmi a répacukron és a tejcukron kívül. Igazából ezt a homeopaták tudják, tehát mi nem azt akarjuk bebizonyítani nekik, hogy ebben nincs semmi, viszont a fogyasztóknak azért mutatni szeretnénk, mert egyáltalán nem triviális. Nagyon sokan hiszik azt, hogy ez valami növényi medicina, valami természetes medicina, és ők kapnak valami szert, ami rá van írva, hát például erre a jázmin neve van ráírva, és azt gondolják, hogy ezek szerint valamiféle alkaloida van benne, és az hatásos lehet. A probléma az, hogy akkora higításban van ez benne, hogy valószínűleg ezekből a cukorgolyókból nekem földméretnyit kellene lenyelnem ahhoz, hogy egyetlen jázmin molekula bekerüljön. De igazából nem is tudjuk, hogy mit csinálna velünk a jázmin molekula, és éppen ez a problémánk, ugyanis nincs igazolva az, hogy ezek a szerek ténylegesen hatnának. Ez egy nagyon bonyolult probléma, mert ha megkérdezzük ismerőseinket, akkor úton útfele mindenki azt mondja, hogy neki hatott. Tehát ez egy nehéz probléma. Minden esetben, amikor azt látjuk, hogy miközben szedünk valamit, vagy kezelnek minket, és meggyógyulunk, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy attól gyógyultunk meg. De hát az orvostudomány az elmúlt 200 évben pontosan az találta ki, hogy ez nem így van, ez félrevezet minket. Kontrollált kísérleteket kell végezni ahhoz, hogy ezt igazoljuk. Hiszen a betegségek maguktól meggyógyulnak, kicsit jobban leszünk, esetleg mással is kezeltük magunkat, vagy hát éppen esetleg meggyógyított minket az a szer. Tehát nagyon fontos, hihetetlen fontos kideríteni, nem azért, mert mi esetleg meggyógyultunk, és fontos tudnunk, hogy mitől gyógyultunk meg, hanem hogy a következő páciens mitől fog meggyógyulni. Ezért nagyon fontos. Na most, igazából a fő célunk annak bemutatása, hogy itt egy nagyon zavaros helyzet állt elő. Az Európai Uniónak a szabályzása, és így a mi szabályzásunk is már elég jó abban a tekintetben, hogy a fogyasztókat védeni kell, nem szabad hamis reklámokat közzétenni. És például azt írják elő ezek a szabályok, hogy olyan szerek esetében, ahol nincs igazolva a hatásosság, hogy valami gyógyszer hatása van, ott nem szabad olyan mondatokat mondani, hogy ez valamit gyógyít, vagy valami rossz kondíciót ugye segít meggyógyulni, és ezt nagyon komolyan veszik. Büntetéseket rónak ki olyan cégekre, akik nem viselkednek megfelelően. Éppen ezért viszont van egy kategória, ahol ezt megengedjük. Azokat a szereket gyógyszernek nevezik, és az ilyen szereket regisztrálni kell például olyan intézményekben, mint itt a Országos Gyógyszerészeti Intézet, ahova be kell adni regisztrációra, törzskönyvezésre ezeket a szereket,
és be kell mutatni azokat a klinikai vizsgálatokat, amelyek azt mutatják, hogy ezek hatásosak, és persze be kell mutatni a káros mellékhatásaikat is. Ez így rendben is van. Azonban 1992-ben az Európai Unióban olyan módosításokat vezettek be ebben a törvénykezésben, hogy kivételt tettek a homeopátiás ipar részére, tehát a homeopátiás szereket azóta gyógyszerként lehet regisztrálni, és itt is rajta van az OGYI-nak a engedélyszáma, tehát ez egy gyógyszer, azzal a különbséggel, hogy ennél nem kellett benyújtani hatásossági vizsgálatot. Tehát egyrészt tudjuk, hogy ezekben nincs az az anyag, amelyik rá van írva, másrészt klinikai vizsgálatokból, ha végeztek ilyet, azokból tudjuk, hogy ezek nem hatnak jobban, mint a placebo, tehát hogyha egy másik homeopátiás szert kapna, vagy sima cukrot, attól is ugyanúgy gyógyulnának az emberek. És harmadrészt viszont megadja nekik a törvény azt a felhatalmazást, azt a hirdetést, hogy tulajdonképpen ezek gyógyszerek, és így is adják el őket. Úgy tudom, hogy egy perc van addig, ameddig az egész világon, legalábbis ebben az időzónában, a sok országban, sok városban, Brüsszelben is az Európa Parlament előtt, ugyanígy állnak szakértők és fogyasztóvédők, és el fognak fogyasztani ilyen szert, úgyhogy pontosan ki kell tekerni. És utána van egy adagoló, azt, hogy ha megnyomjuk így, akkor elvileg két oldalra akkor ki lehet jelenteni, azért, hogy ne egyenként teljen. Több mindegy, hogy mennyit szedünk be. Most nekem just se sikerül, de sikerült, igen. És akkor 10-től elkezdünk visszaszámolni, és kérem, hogy akkor próbáljuk meg elfogyasztani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finom. Ilyen a jártmény. Ilyen a jártmény is, ilyen a Luna, ilyen a berlini fal is. Mindegyik ilyen. Ha lenyeltétek a kurulyban, még nem nyeltétek le. 3, 2, 1. Még jó. Fogadtad biztos azt kérdezni. Nehezen megy le. Még mindenki él? Nagyon finom. Ja, segítettem az a igen, csak a gyerek. Nekem már nehezen megy. Ez egy kis vizet? Nem szabályos, de... Már biztos víz lehetne. 3, 2, 1. Ez jó. Kész. Szerettelek benneteket. Ez egy édes, biciklis, golyókis. Legutoljára szívek, karácsonykor vettem le ilyet a fáról. Milyen mennyiség volt, ezt meg tudjuk? Hát én szerintem olyan mennyi? 5 gram, az hány golyócska? De körülbelül 100 golyócskát tettünk meg. Igaz, hogy igaz 4 van. Szóval azt mondják, hogy honnan meg, hogy elévedünk meg, hogy ilyet megnyalni, és megmondja, hogy olyan hatása. Én is én ezt nem is képom, szerintem csak az előre hatás. Nincs benne semmi!